Az EBKOSZ volt gyárterületén a Szombathelyi és a Vas megyei önkormányzat digitalizációs központot hoz létre. A beruházás zászlós hajója a Pannon gazdaságvédelmi hálózat, ami a régió digitális átállásán dolgozik. Azt gondolom, hogy nem csak Nyugat-Dunántúlnak vagy Szombathelynek van ebben bepótolni valója, hanem minden területnek. Ez egy olyan gyorsan fejlődő terület, amit nagyon-nagyon nehéz nyomon követni, és azt gondolom, hogy ez egy ugyanakkor nagyon sok lehetőséget is rejt számunkra. A központ ebben a közel 5 éve üresen álló épületben kap helyet. Az egyesület újítja fel, a költségek beszámítanak majd a város felé fizetendő bérleti díjba. A legmodernebb kutatás-fejlesztési eszközökkel szerelik fel a központot. Digitális tesztkörnyezetet alakítanak ki, ahol ki lehet próbálni a mindennapjainkat megkönnyítő okos eszközöket, például a digitális nővér megoldást, ami virtuálisan ellenőrzi a betegek egészségügyi állapotát. A projekt az első lépése annak az átfogó városi digitalizációs programnak, ami az önkormányzat hosszú távú gazdaságfejlesztési céljait szolgálja. Ez egy borzasztóan komplex beruházás lesz, ami egyrészt minőségi munkahelyeket képes teremteni Szombathelyen, azzal, hogy a kutatásfejlesztés, az oktatás és a digitalizáció területein segíti az itt lévő vállalatoknak, cégeknek a munkáját, a minőségi új munkahelyek teremtését. Másrészt segítséget nyújt számunkra abban, hogy a tőkevonzást, az ipar diverzifikációját meg tudjuk valósítani, hogy akár új iparágakban tevékenykedő cégeket tudjunk Szombathelyre vonzani. A vállalkozások támogatása mellett legalább ennyire fontos feladat lesz, hogy a szombathelyieket is közelebb hozzák a járványhelyzet óta a hétköznapokat is érezhetően átszövő, látványosan fejlődő digitális világhoz. Tervezik különböző tanfolyamok, nyílt napok, pályorientációs képzések szervezését a fiataloknak, vagy éppen idős akadémia és élményalapú oktatás bevezetését az idősebb korosztálynak.